Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórum a magyar-magyar együttműködésnek egy kiemelt testülete, a másik a Magyar Állandó Értekezlet. Ma a KMKF plenáris ülésén Kövér László házelnök úr a bevezető előadásában engem idézett, amikor azt mondta, hogy valóban úgy lehet a legtömörebben, lexikárabban megfogalmazni az eredményeinket is, és a jövőre vonatkozó céljainkat is a Kárpát-medence egészében, hogy talpon maradtunk. Azt tapasztaltuk az elmúlt hónapokban, hogy egyre többet kell dolgozni, egyre többet kell tenni ennek érdekében, de a közösség meghálálja ezeket a törekvéseket, és az elmúlt hét hónapban nagyon nehéz körülmények között sikerült a vajdasági magyar nemzetrésznek talpon maradnia, hiszen decemberben országos és tartományi parlamenti választásokon kellett jó eredményt elérni annak érdekében, hogy ne csak a VMS, hanem a teljes vajdasági magyar közösség talpon maradjon, és sikerrel jártunk, hiszen köztársasági szinten 6, tartományi szinten 9 képviselői helyet szereztünk, és a 8 államtitkárunk is azóta kinevezésre került. Néhány hónappal később, június elején pedig újabb 2 megmérettetés várt ránk, az önkormányzati választás Vajdaságban, illetve az európai parlamenti választás, amelyen volt vajdasági jelölt is, csak Anna Mária személyében, és ezt a 2 választást is sikerrel tudtuk zárni. Ezekről számoltam be a KMKF ülésén, ugyanígy beszámoltak a nemzetrészüket illető aktualitásokról az erdélyi, a felvidéki, a horvátországi, a szlovéniai és a kárpátaljai vezetők is, és hát itt vannak a magyarországi pártok, vagy a magyarországi pártoknak egy része, és egy állásfoglalás elfogadására is sor került, amely a jelenlegi aktualitásokat summázza tömören egy oldalon.